minket. Önök a DSTV Pro Art című kulturális magazinját látják. Mindenki számára érdekes programmal folytatódott a Vasvári Hét. A Zene Világnapja után az intézményben az Állatok Napjáról is megemlékeztek. Ennek részeként a Dunadog Center, illetve a rendőrség munkatársai is kutyákkal látogattak el az iskolába. Az emberi faj számára mindig is fontosak voltak az állatok. Vannak, amelyeket elfogyasztunk, akadnak olyanok, amelyeket munkára fogunk. A kutyák már hosszú idők óta a barátaink. Őrzővédők, barátok, igazi társak a mindennapjainkban. Éppen ezért tartotta fontosnak a Vasvári Iskola közössége, hogy a Vasvári Hét részeként az Állatok Világnapjára is érdekes programokat hozzon el a gyerekeknek. Az iskolába a Dunadog Center, illetve a rendőrség szakemberei is ellátogattak, míg a center munkatársai leginkább a négylábúak terápiás, családias, társas oldalát igyekeztek megmutatni a gyerekeknek. Addig a hatóságok jóvoltából rendőrkutyákat láthattak akció közben a fiatalok. Úgy gondoltuk, hogy ha már lúd, akkor legyen kövér. Indítottunk azzal, hogy a gyerek a kedvenc plüss állataikat behozhatták, és az aulában levő kiállítás megadta tulajdonképpen a kellő hangulatot, és utána jött az első, második évfolyamnak a terápiás kutyás bemutatóját. Azt gondolom, hogy a itt levő képek mutatni fogják, hogy ez önmagáit beszélt, hogy mennyire fantasztikus élmény volt a gyerekeknek, és rendőrkutyát látni munka közben, megtapasztalni azt, hogy ők milyen ügyesek, azt gondolom, hogy a harmadik, negyedikesek számára ez újra az élmények gazdag tárházát segítette elő. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek az állatok szeretetét mindenképpen meg kell tapasztalni, és hogy ezek az állatok nem csak simogatásra valók, hanem nagyon nagy mértékben segítik a mi életünket és munkánkat, azt itt kell elkezdeni megtanulni. De nagyon bárkos, miközben engem megharap, van nála egy sor, amivel tudok hangot kiadni jó esetben. Ettől sem ijed meg, ha megfenyegettem vele, akkor sem engede. Úgyhogy ők minden körülmények között hagyják a fogást. Felvételeken egyértelműen látható a különbség egy békés, főként terápiás foglalkozásokon résztvevő kutya és egy drogkereső, bűnüldöző rendőrkutya között. Egy azonban bizonyos, az állatok minden esetben fontos szerepet töltenek be a szakemberek életében. Így Surányi Viktória megköszönte a lehetőséget, hogy ezt a fiataloknak is megmutathatta. Köszönjük a meghívást az iskolának és a pedagógusoknak, hogy eljöhettünk. Az Állatok Világnapja alkalmából vagyunk itt, mert fontosnak tartjuk, hogy a kicsik megismerjék a mi kutyáinkat, illetve az állattartásnak a rejtelmeibe beavassuk őket, hogy mi kell ahhoz, hogy a kutyusok jól érezzék magukat az otthonunkban és a mi társaságunkban. Nem mész ott, nem megy oda. Surányi Viktória egyébként Baltó névre keresztelt kedvencét is elhozta. Az állat igazán népszerű volt a gyerekek körében, akik a program során végig izgatottan figyelték az állat minden lépését. Baltó már egy 7 éves husky kutyus, nem indult könnyen a közös életünk, egy 3-4 éves koráig elég sokat szenvedtünk a tanítatásával, de most már egy tökéletes párost alkotunk így a gyerekekkel közösen, illetve hát a munka során.
A rendőrség részéről Fodor Szabina főtörzsőrmesterrel, kutyavezetővel is lehetőségünk volt beszélgetni. Mint arról beszámolt, személykereső, kábítószerkereső, valamint járőrkutya is érkezett az iskolába. Ebből is látszik, hogy tényleg szinte mindenben használni tudják a kutyák segítségét. Az állatok világnapja alkalmából jöttünk, a Varga Zita tanítónéni keresett minket. Én egyébként is vasvári tanuló voltam, úgyhogy szívesen vállaltam a feladatot. A szolgálati vonalon láthatták az én kutyámat, egy kábítószerkeresőt, illetőleg egy növendék kutyát, ami majd későbbiek folyamán a járőrkutya lesz, illetőleg a Fejér megyei Kutatómentő Alapítványtól jött két kollégám, Deák Mihály és Egedű Zsolt, ők pedig a személykeresőt, illetőleg a régi szolgálati vonalon lévő kutyáját mutatták be. Illetőleg egy kis kutyát, amit itt is láthatunk a háttérben. Igazándiból betekintést láthatnak a rendőrség mindennapjaiba, illetőleg a Fejér megyei Kutatómentő Alapítványnak a mindennapi életébe és tevékenységébe. Az én időmben is sok jó program volt, szerintem ez is egy klassz program a kicsiknek, úgyhogy remélem, hogy tetszett mindenkinek. Fiatalok, és nem titkoltan az idősebbek körében is, hatalmas siker volt az Állatok Világnapja alkalmából szervezett nap a Vasváriban. A jövőben még biztosan találkozhatnak ehhez hasonló programokkal az érdeklődők. Ismét egy színvonalas kiállítás nyílt a Munkásművelődési Központban. Az esemény fényét zenés, táncos performance is emelte. Az elkövetkezendő időszakban a látogatók Kusztos Piroska Játék az ecsettel című gyűjteményét tekinthetik meg az intézményben. Látványos, színes festmények díszítik a Munkásművelődési Központ folyosóit. A festményeket Kusztos Piroska realista festő készítette. Alkotásaiban egy színvonalas megnyitó után gyönyörködhettek a látogatók. Az alkotó azon művészek sorát erősíti, akik idősebb korukban, ahogy ők szoktak fogalmazni, találták meg a saját útjukat. Számára a festészet jelentette az önkifejezés legszeretettebb formáját, így mára rendkívül sok alkotással rendelkezik. A festészetet magát többek között Nógrádi Katalintól és más alkotóktól tanulta. Tudása java azonban önerőből, önszorgalomból ered. Elmondása szerint, amit meglát, azt meg is festi. Változó technikákkal, de elsősorban realista stílusban. Realista festőnek tartom magam, de többféle technikát kipróbáltam, és nekem nyilván idős koromra tekintve ez az, ami úgy a stílusom, amit bejön, ami tetszik. 10 éve, hogy egy kiállításon voltam, és ott nagyon megtetszettek. Gérókat a kiállításán voltam, még azra is emlékszem, és nagyon megtetszett a festészet. És akkor elkezdtem kutakodni, hogy hol tudnék tanulni, és megkerestem a Nógrádi Katalin festőművésznőt, de nem tudott fogadni. És mondtam neki, hogy legalább egy alkalommal, hogy a technikával kapcsolatban, hogy mennyi festőszer kell a festékhez, tehát hogy ezzel tisztában legyek, és így kezdtem el otthon egyedül. Aztán egy év múlva szólt, hogy indul Rácsalmáson egy tanfolyam, illetve nem tanfolyam, hanem szakkör, és oda beiratkoztam, és utána oda jártam. Tehát önálló tanultam olyan 5 évig körülbelül. Elmentem különböző művészekhez. Nagyon sokat utaztam ez miatt, mert például Szeredre is, ami elég messze van. És tehát ilyen táborokban voltam tulajdonképpen, ilyen 7-es táborokban. És ott ezektől vettem át technikát, meg tanultam nagyon sok mindent. Például ezt a technikát, ezt magamtól, mivel interneten is tanulok, már elég régóta a Kim Vának hívják, Nagy Krisztián,
Kimba Akadémia ez tulajdonképpen, és ő tőle nagyon sok leckét vettem, és így interneten ő neki a technikájával lehet dolgokat csinálni. Ezt én merem ajánlani másoknak is, mert nagyon jó dolog, tehát akik egy picit is próbálkoznak a festészettel, azoknak ez nagyon jó és nagyon olcsó, az egyik legolcsóbb. Mert ugye addig még egy tábor, egy hetes tábor belekerül. Van akinél 80 ezer forint, van akinél, hát általában egy hetes, az mondhatni, hogy 80-100 ezer forint. Ha például valamit megláttam, túrázni járok, és akkor nagyon sok fotót csinálunk, a lányok is csinálnak, és amit meglátok így az interneten, hogy tájkép, vagy bármi nagyon megtetszik, akkor megkérdezem az egyént, hogy megfesthetem-e. És általában mindig azt mondják, hogy igen, és csak arra azt az egyet kérik, hogy küldjem el, ha megfestettem, hogy megnézzék, tehát fotót küldjek róla. És így készült már több alkotásom egyébként, hogy elküldtem, és mindenhol meg voltak vele elégedve. Általános iskolás koromban is nagyon szerettem a rajzot, a festést, a kézi munkát, szakkörökre jártam, és már akkor belém ivódott a művészet szeretete, én úgy gondolom. Csak sajnos nagyon szegény családból származom, és soha nem volt arra lehetőségem, hogy ezt fejlesszem, vagy valami. És mire nyugdíjas lettem, akkor kerestem az utat nyugdíjas koromba, hogy érezném jól magam, mit csináljak, és ekkor találtam, leltem tulajdonképpen a festészetre, és azóta is ezt csinálom, hogy festegetek, mert ebben elem az örömöm, mert én úgy érzem, hogy nekem ez a boldogság tulajdonképpen. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezt találja meg. Tehát, hogyha valaki nyugdíjas lesz, akkor igenis keresse az utat, és találja meg a boldogságot, hogy miben érzi jól magát. Tehát nem szabad otthon leülni, és csak ülni a fenekünkön, és várni a jó szerencsét. Én nagyon sok helyre én táncolni járok, én nagyon aktív vagyok mindenben. Most is fönt is táncolok, akkor a klub, tehát két helyen is. Az alkotó számára meg annyi festmény és élmény után az egyik legnagyobb meglepetés az volt, amikor egy szent képet festett. Elmondása szerint olyan dolgokat érzett a munkálatok közben, amelyeket eddig még soha nem tapasztalt. Ezt a szent képet ott lefotóztuk, és én úgy éreztem, hogy ezt meg kell nekem festeni. És amikor nekiálltam ezt a képet festeni, én végig olyan forróságot éreztem magamon, de végig. Tehát olyan melegség áradt belőlem, hogy le voltam döbbenve, mert ilyet még soha nem éreztem a festészet alatt. Tehát máskor is vidám vagyok, boldog vagyok, érzem úgy, hogy fú, ez nagyon jól megy, de ez valami csoda volt, hogy... Tehát ez az érzés tulajdonképpen. Gusztos Piroska kiállítása hatalmas siker volt a látogatók körében. Az esemény színvonalát több produkció is emelte, így például Németh Irma éneke és Széder Ildikó táncos bemutatója is. Kicsi vagyok én, majd megnőlök én, esztendőre vagy kettőre félül megyek én. Hoháltál az éjjel, cinege madár, ablakidba álltam, kedves violám, miért bejebb nem jöttél, cinege madár? Urattól nem mertem, kedves violám. Nincs itthon az úram, cinege madár, Laskai erdőben új hidat csinál. Jó lova van annak, gyakran hazajár. Jó lova van annak, gyakran hazajár. De rossz lova van annak, nem ér ma haza. Mulathassunk rozsám egész éjszaka. Aki mesi hid alatt, lányok sütik a halat. Cseréptányérra rakják, a legénynek úgy adják. Aki mesi halastó, beleestem kocsistó, lovastó, ja Istenem, ki vesz ki, sajnál-e még engemet valaki?
tarantellát járunk. Piroskát már nagyon régóta ismerem, 8 éve, és tudom, hogy milyen az egyénisége. Szerintem az ő tűzről pattant, életvidám egyéniségét ezt fejezi ki a legjobban. Széder Ildikó nagyon jó kapcsolatot ápol az alkotóval, így nem volt meglepetés, hogy sok pozitív dolgot tudott elmondani a személyével, munkájával kapcsolatban is. Csupa élet, csupa temperamentum, nagyon sok minden érdekli, nagyon szeret táncolni. Annak idején country táncos volt, aztán örömtáncosként is ismerhetjük, illetve a szerb-horvát csapatnak is tagja. Mindemellett fest, és minden, ami belefér, élvezi az életet, mindig csupa vidám, csupa mosoly, csupa derű. A művészetek, kiváltképp a festmények kedvelői tehát ismét egy új gyűjteményből szemezgethetnek, hiszen Gusztos Piroska realista alkotásait tekinthetik meg a Munkásművelődési Központban. Volt mit ünnepelnie, és volt miről emlékeznie a Sándor Frigyes Zeneiskola közösségének múlt hét pénteken. Az intézményben adománygyűjtést, koncerteket és virágültetést is szerveztek. Ennek részleteiről beszélgettünk Kós Balázs Eszter koordinátorral és Konkoly Krisztina igazgatóhelyettessel. Több fontos esemény apropóján gyűlt össze a Sándor Frigyes Zeneiskola közössége. Szeptember 30-án emlékeztek Sándor Annára, a névadó Sándor Frigyes lányára. Emellett koncertet is adtak az intézmény tanulói, amely közben Jószolgálati Otthon lakói által készített alkotásokat egy kirakodóvásár részeként vásárolhatták meg az érdeklődők, amely bevételéből az otthon támogatták. A zenei program sorról Kós Balázs Eszter, a zeneiskola koordinátora számolt be. 5 órakor kezdünk egy koncerttel, amely koncert a következő fellépőkből áll. Lesz egy fuvoladó, Bach parasztkantátáját adják elő, aztán színre lép a vonós zenekar Pomposné Zelena Erzsébet vezényletével, majd következik a harmonika zenekar, amit Juhos Melinda készített fel, illetve Balogh Zoltán András vezényletével a nagy és ütős fuvós zenekar, zárunk majd egy jó kis hangulatos szambával. Miközben a koncert zajlik, illetve már azt megelőzően is, vendégünk a Jószolgálati Otthon, hiszen a Jószolgálati Otthon is, mint azért mostanában sok intézmény egy picikét bajban van, úgyhogy igyekszünk nekik egy kis jótékonysági vásárral segíteni, illetve maga az adománygyűjtés is a koncert alatt folyamatosan zajlik. Az esemény az intézmény teljes közössége számára fontos volt. Erről már Konkoly Krisztina igazgatóhelyettes beszélt. Ilyenkor mi hagyományosan egy ilyen térzenés koncertet szoktunk növendékeinkkel, majd utána egy tanári koncert szokott következni. Ez majd az egy kicsit máshogy lesz az idén. A Jószolgálati Otthonnal egy ilyen közös programot hoztunk létre. Tulajdonképpen nekik ilyen segítendő, illetve hát egy szomorú apropója is van a mai összejövetelünknek. Névadónk Sándor Frigyes lánya, Sándor Anna az elmúlt hetekben hunyt el. Az ő fiát is köszöntjük itt, ő is megtisztelt bennünket, őrá is emlékezünk ezzel a mai programmal. Sok szó és gondolat esett a múltról, az emlékezésről és a tiszteletadásról is. Az intézmény közössége azonban a jövőre is gondol, hiszen folytatódott az a kezdeményezés, hogy az iskola ifjú tanulói egy-egy elültetett palántával fűzik még szorosabbá a kapcsolatukat a zeneiskolával. Ez egy tavaly elindult, mondhatni most már, hogy másodszorra már akkor hagyomány, hogy a kezdő növendékeink egy virágpalántát ültetnek az épület túlsó felé lévő téren, ezzel is kapcsolatot teremtve velünk, illetve hát hozzánk kötik tulajdonképpen önön magukat. A Sándor Frigyes Zeneiskola közössége tehát egy nagyszabású rendezvénnyel alapozta meg a következő tanév eseményeit, amelyet pozitív szellemben várnak a tanulók és a pedagógusok. A Zene Világnapja alkalmából koncert és közös éneklés is várta Móricz Zsigmond általános iskola diákjait. Az intézmény munkatársai a Sándor Frigyes Zeneiskola tanulóit kérték fel egy bemutatóra, hogy játékokkal színesítsék a rendezvény programját. Szép számú diáksereg gyűlt össze a Móricz Zsigmond általános iskola tornatermében. Az esemény apropóját a Zene Világnapja alkalmából összeállított rendezvény adta, amely részeként koncert, és a felvételeken látható közös éneklés várta a fiatalokat. A programsort Horváthné Ottinger Hajnalka igazgató ismertette a zeneiskolások fellépése közben. 1975 óta az UNESCO, illetve Yehudi Menuhin híres hegedű művész kezdeményezésére vált világnappá, illetve a mai napon, szeptember 30-án van a népmese napja. Mi a kettőt egy kicsit úgy egybevett
vettük, mivel ugye az elsője az hétvégére esik, és a mai napra pénteken a 6. órában szerveztünk egy programot itt a Móricos diákoknak, ami a háttérben ugye már hallatszik is, egy nagyon lelkes kis csapat, a Sándor Frigyes Zeneiskola növendékei érkeztek hozzánk meghívásunkra, ők adnak most egy röpke kis koncertet, majd az ő közreműködésük, szereplésük után veszi át az egyik kolléganőm, Német Irma, a szót, és segíti a gyerekeket a népmesékbe egy kicsit elkalauzolni egy rövid népmesével, és utána pedig egy közös éneklésre szólítottuk fel, hívtuk fel a gyerekeket, ez fog majd a tornateremben lezajlani. Az igazgató úgy folytatta, a Móricban nagy hagyománya van a művészet és zeneoktatásnak, így számukra egyfajta kötelesség is, hogy minden évben egy-egy színvonalas rendezvénnyel tisztelegjenek az esemény előtt. Nekünk azt gondolom ez kötelességünk. A zene az gyógyít, a zene az örömöt okoz, összehozza az embereket, a közös kultúrákat, zenélni jó, és ahogy Kodály Zoltán is mondta, legyen a zene mindenkié, és ennek vagyunk most itt mi a tanúi. A koncertet követően lehetőségünk volt beszélgetni Balogh Zoltán András pedagógussal is, aki a Sándor Frigyes Zeneiskola növendékeit vezényelte. Azt mondta, hosszú évekre visszanyúló, jó kapcsolat van a két intézmény között, így természetesen azonnal igent mondtak a felkérésre. Egy nagyon régi kapcsolat van a két intézmény között, én is nagyon sok produkcióban vettem részt itt a Móriczban is, régebben ugye a gyermekeim ide jártak, és tulajdonképpen adódott a lehetőség, hogy felkérüljenek bennünket. A szakember arról is beszélt, hogy milyen alkotásokkal készülnek a diákjai, illetve miért pont azokra a művekre esett a választás. Egy afrikai énekes, Makeba, Miriam Makeba-tól két számot dolgoztam át, és azt játszottuk most, meg plusz egy szamba, ami kifejezetten ilyen ifjúsági zenekarra íródott, egy viszonylag egyszerűbb darab. Azért választottam ezeket a darabokat, mert egyrészt tetszett Makebának a zenéje, és ez a kettő volt az, ami gondoltam, hogy fúvózenekarra is áttehető. És ezeket tanultuk a közelmúltban, tavasszal, illetve a táborban. Az ország és a település oktatási és kulturális intézményeihez hasonlóan a Móricz Zsigmond általános iskolában is megemlékeztek a zenevilágnapjáról. A program a visszajelzések alapján jól sikerült, így mindenki pozitív szellemben várja az elkövetkezendő programokat az iskolában. A koronavírus járvány miatt ugyan elmaradt, ám nemrégiben újra megrendezték a Móricz Zsigmond általános iskola hagyományos piknikjét. Az intézmény közössége jelentős szülői közreműködéssel, támogatásával futóversenyt, főzést, valamint közösségi programok sokaságát szervezte meg a fiataloknak. Nem túlzás azt állítani, hogy egy évnyitóhoz hasonló tömeg jelent meg a Móricz Zsigmond általános iskolában szervezett pikniken. Mint azt megtudhattuk, az intézmény közössége és főként a szülők, illetve a gyerekek számára ez egy kifejezetten várt és szeretett program, amely már hagyománnyá vált az iskolában. Egy iskolai rendezvénynek, bármilyen legyen is az, azt gondolom, hogy minden esetben nagyon-nagyon fontos a közösség formáló ereje. Ez így van a Móricz piknikkel is, ami már több éve zajlik az iskolánkban. Az ismert okokból kifolyólag az elmúlt pár évben sajnos nem került rá sor, viszont most az idei tanévben, ebben a 2022-23-as tanévben, itt szeptember 3. hétvégén sikerült egy tanítási nappal egybekötve megszerveznünk, és amit a háttérben látszódik, remek hangulat, remek illatok, amit esetleg a tévénézők ugye nyilván nem éreznek, érzések, és rengeteg szülő és gyerek közösségi programokkal,
birtokba vehették az udvart, és megkezdődött a mai napon a Móricz piknik. Horvátné Ottinger Hajnalka igazgató arról is beszélt, hogy egy-egy ilyen rendezvény mennyire hasznos a fiatalok számára. Kiemelte, a pedagógusok fontosnak tartják, hogy a gyerekek egy-egy ilyen rendezvény részeként az intézmény falain kívül is sokat tanuljanak. Bennünket, hogyha hívnak, azt nagyon-nagyon jó szívvel elfogadjuk, és ha teljesíteni tudjuk, akkor nagy szeretettel részt is veszünk. Nyáron is már részt vettünk programokon. Igen, én azt gondolom, hogy egy gyereknek nem csak az iskolapadban kell megtanulni a dolgokat, hanem akár egy ilyen környezetben is nagyon-nagyon sok mindent tanulhat. A rendezvény koordinálását a szülői munkaközösség, vagy a szülői szervezet végezte. Munkájuk nyomán futóverseny, közös főzés és garantáltan jó hangulat várta a résztvevőket. Ennek részleteiről Matusné Füleki Hella osztott meg részleteket. A szülői szervezet joga minden egyes évben az, hogy ezt a pikniket megszervezze. Oroszlán részét veszi ki minden egyes osztályból a szülői szervezet tagok, akik nekem óriási segítségemre vannak minden évben. Azt mondhatom, hogy gyakorlatilag egy évek óta bevált történetről beszélhetünk. 14. pikniket üljük, és megvan már a csapatunk, akik mindenben mindig segítségemre vannak. Konkrétan elkezdjük a padok beszerzésével, az egyetem rendelkezésre áll nekünk évek óta, segítben nekünk abban, hogy be tudjuk szerezni ezeket a padokat, illetve a szülők továbbra is a saját padjaikat a rendelkezésünkre bocsátják, megbeszélik egymás között, hogy mit főzzenek, süssenek, és akkor elindul dinom-dánom. Mindenféle programot összehozunk, külsős dálcosok segítenek minket, megkeresnek minket, akik segítenék a szervezni a programunkat, és őket nagyon szívesen látjuk, bárki, aki szeretne nálunk megmutatkozni, itt nyugodtan részt vehet a programjainkon. Most lement az egész iskolát érintő futóverseny, továbbá kézműves foglalkozással várjuk a gyermekeket, ezentúl dárc lehetőség van, kipróbálják a tornateremben, valamint még a kosárpályára fognak jönni nekünk bemutatót tartani, tehát mint szemszálnak ingere és a szórakozás segíti, minden rendelkezésünkre áll. Óriási dolognak tartom azt, hogy ezt nekünk meg lehet szervezni, ugyanis nagyon fontos az iskolának a közösség összetartás, a közösség formálás. Ilyenkor van az nálunk, hogy az első évfolyamosok beszoknak az iskolába, megismerik egymást a szülők, tovább a nyolcadikosoktól jó példát tudnak venni, mert óriási főzésekbe bocsátkoznak. Nagyon-nagyon várjuk és szomjazzuk mindig ezt, hogy találkozunk szeptemberben nyár után első programként, és azt gondolom, hogy mindent elmondasz, hogy hányan vannak a hátam mögött, hogy mekkora rendezvényről is beszélünk. Mitagadás, a visszajelzések és a hangulat nyomán azért az látszott, hogy a szülők is legalább annyira jól érezték magukat az eseményen, mint a gyerekek. Szent Andrási Gyula többek között hamburgert készített az ifjoncoknak. Egy kiváló közösségépítő eseményként írta le a programot. A srácokkal, meg a gyerekekkel sütünk, főzünk, hamburgert csinálunk, erre lett a választás, ugye, ez lett a választás, mert ez gyorsan megvan, és általában ez egy univerzális kaja, tehát mindenki szeret, és ugye ezt a gyerekek választották meg kimondottan, tehát ők választások volt. A kislányom jár ide az iskolába, és a fiam is ide járt, ő tavaly végzett. Nem először vagyunk, ugye a fiam, említettem, hogy ide járt, ugye tavaly végzett, nagyon sok pikniken részt vettünk, kimaradt most 2 év a pandémia miatt sajnos, de alig várta mindenkit most a iskolába, a tanárok is és a szülők is, hogy ez összejöjjön, mert ez egy jó kis csapatépítő buli szokott lenni, mind gyerekeknek, mind a szülőknek. A Móricz iskola közössége tehát mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyerekek az itt eltöltött évek alatt a lehető legtöbb és legjobb élményekkel gazdagodjanak. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat újra megtekinthetik a dstv.hu-n, illetve a közösségünk oldalunkon. Jövő héten új összeállítással jelentkezünk. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.